Sziasztok, Sesták Szabolcs vagyok, és örömmel tettem eleget a Lepkeháló Egyesület kérésének, ugyanis jónak lenni jó, illetve minden csak nézőpont kérdése. Erről egy kedvenc egypercesem jut eszembe Örkénytől, Gondolatok a pincében. A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alaksori folyosóra. Az egyik gyerek, a házmesterék 14 éves kislánya lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, s boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az alaksorban félhomály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami. Cicus! Szólt oda a falábú házmester kislány. Hát te hogy kerülsz ide, kis cicám? Fölkapta a labdát, és ahogy csak tudott, elsietett vele. Az öreg, csúnya és rosszagú patkány, őt nézték cicának, meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel haigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen cicának születik. Sőt, mert ilyen telhetetlenek vagyunk, mindjárt tovább szőtte ábrányait. Hát, ha még falábú házmester kislánynak születik. De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el sem tudta képzelni. Viszont mi képzeljük el, sőt, ne is képzeljük, hanem tettekben valósítsuk meg, hogy segítsünk egymásnak. Hajrá, Lepkeháló Egyesület! Hajrá, magyarok!